Az országban elsők között alakult meg, és már 7 éve működik a Tolna megyei értéktár bizottság. Csak idén 13 új értékkel gazdagodott a Tolna megyei jegyzék, így összesen már 418 értéket tartanak nyilván. A munkát országosan is példaértékű módon segíti a diákság. A közoktatási intézmények körében már évek óta értékvetélkedőt szerveznek. Az erre hangolódó rendezvényt a közelmúltban Siógárdon tartották. A cél, hogy idén a népművészeti értékek felé tereljék a fiatalokat, és ebből a kategóriából szülessen több jó felterjesztés. A megyei közgyűlés egyhangulag fogadta el az Értéktár Bizottság második féléves beszámolóját. Nagyon büszkék vagyunk Tolna megyeiekként erre a mi kis értéktárunkra, hiszen egyrészt úttörők vagyunk szinte a folyamatban, országos szinten is állítom bent vagyunk az első három olyan megyébe, akik lefedettségbe, mennyiségbe, minőségbe olyan munkát végeztek ezen a téren, ami kimagasló. Azt gondolom, hogy nagyon fontos ebben a rohanó világban ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Így, hogy belevágtunk ebbe a történetbe, most érezzük, hogy mennyire igénylik az emberek, a települések, szervezetek, civil szféra. Szinte mindenki pozitívan fogadja, és mindenki beleáll, és mindenki keresi maga körül azt, amit érdemes továbbadnia majd a gyerekeinek és az unokáinak, és ez nagyon nagy érték. Először ez nem tűnt ennyire egyértelműnek és egyszerűnek, de amikor kiderült, hogy megyei elnökként én nyugodtan kijelentettem, hogy nem ismerem Tolna megyét, mert annyi mindennel szembesültem ebben a folyamatban, hogy elképedtem, hogy úristen, ez Tolna megyében van, hát akkor gyorsan körbe megyünk, meg megnézzük, meg segítünk mindent ebben a folyamatban, mert nagyon-nagyon fontos dolog ez. Unokáink, gyerekeink így fogják tovább tudni vinni azt a kulturális, meg társadalmi örökséget, amit mi alapoztunk meg, és így tudnak majd ők is gyereket nevelni, és el fogják tudni mondani, hogy dédapád itt volt, dédanyád ezt csinálta, ez az építmény az egyik ismerősünknek a művet, hát ez egy nagyon jó dolog, és nagyon-nagyon kell a kohézió ebben a rohanó világban, és a társadalom igényli ezt, hála Istennek. Tolna megye 109 települése közül már 63 vesz részt az értéktári tevékenységben, ugyanakkor sok helyütt még mindig nem érzik ennek fontosságát. Erőszakkal nem fogunk tudni semmit tenni, ez ügyben nem is kell szerintem. Hogyha igen, különbözők a közösségek is, tehát vannak erős közösségek, ahol erős az identitás, komolyan gondolják azt, hogy ők az adott településen lakó emberek, ott általában egyszerűbb a dolog, mert előkerülnek az elrejtett értékek, föltárnak bizonyos dolgokat. Ott, ahol nem ennyire erős a kohézió, ott már nehezebb a dolog, és vannak olyan települések, akik egyelőre nem érdeklődnek ez iránt a munka iránt, vagy ez iránt a tevékenység iránt. Nem tudom megmondani, hogy ez abból adódik, hogy a vezetők nem akarják fölkarolni a dolgot, vagy pedig abból adódik, hogy nincsenek ilyen értékek. Ezt mondjuk nehezen tudom elképzelni.